A 80 esztendeje született és 20 éve elhunyt Koncz István alkotói munkásságáról Virág Ibolya, az író hagyatékkezelője mondott ünnepi beszédet. Mindannyiunknak örülnünk kell, és nem csak azért, mert a városba érkező idegenek láthatják azt, hogy mi milyen kincsekkel rendelkezünk. Az első emléktáblát Dudás Sándor szobrász készítette. Ennek a helyére került most az új tábla. Koncz István költő, kétszeres híddíjas író, akinek 3 kötete jelent meg válogatott verseiből, valamint irodalmi díjat is neveztek el róla, mondta Bordás Győző, a Vajdasági Írók Egyesületének elnöke. Ha ma kézbe veszük Koncz István összegyűjtött versének kötetét, megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy már az 1955 elején az ifjúságban megjelent verseiben is milyen intuícióval érzett rá ifjúkora néhány pillanatára, amikor a Parlagon című versében például ezt olvashatjuk: engem a parlag tanított tűrni, szórónapot, hideget, imádkozni a garasért, engem parlag nevelt, hétköznapra nevelt, koccentásral dalra, majd így fejezi be: lelkemet e sárba dagasztottan, e sárból ti holnap világot emeltek ki. A rendezvényen részt vett Kollár Mária, aki Koncz István költő verseit elevenítette fel.